Változtatási és telekalakítási tilalmat fogadott el az önkormányzat a legutóbbi ülésén arra a területre, amelyen a Bayer Konstrukt nevű vállalkozás épít e, lakóházakat és irodaházakat a Bosnyák tér közvetlen közelében. Hogy pontosan e, mit is jelent, ez a korlátozás, illetve milyen problémái vannak ennek a beruházásnak. Erről beszélgetek stúdiunk vendégével, Viktora Zsolt önkormányzati képviselővel, aki ennek a határozatnak a beterjesztője, javaslója volt. De még mielőtt a Bosnyáktérről beszélgetnénk, a bemutatásnál egy kicsit zavarva vagyok, mert még talán akkor is, amikor beterjesztette a javaslatot, akkor Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselőjeként szerepelt, azóta viszont független önkormányzati képviselő lett. Szóval mi történt? Hát egy általam vitatott döntés következtében megszűnt a pártagságom a Kétfarkú Kutyapártnál. Ennek van előzménye, egy évvel ezelőtt visszahívtak az elnökségből is, most pedig így megszűnt a pártagságom. Hát most csak ennyit szeretnék erről röviden mondani, de ettől függetlenül ez semmiben nem gátol abban, hogy továbbra is képviseljem azokat az uglóiakat, akik megtiszteltek a bizalmukkal ránk, rám szavaztak, és továbbra is folytatom a munkát, amit kutyapártos színekben elkezdtem, illetve kutyapártos attitűddel próbálom továbbra is ezt tolni. Én, mint az egyik alapítója a kutyapártnak, azt gondolom, hogy ezt, ez, ez nem zavar senkit. Akkor térjünk rá a dolog érdemi részére, tehát a bosnyák téri beruházásra. Először is, mit jelent ez a változtatási és telekalakítási tilalom? Ez azt jelenti, hogy akkor ott most semmi nem történhet, vagy azért ennél ez. Hát, árnyaltam. telekalat és építési tilalmi rendeletek. Tehát ezt a, a mind a báján Bosnyák téri Csomöri úti ö, ö, telkére, mind pedig a Dürer kertre előterjesztettem. Hát én azt gondolom, hogy ez az utolsó lehetőség az önkormányzatnak és az uglói embereknek, hogy kifejezzék nem tetszésüket a gigaberuházás ellen. Ugye egy kis előzményt hagy mondjak ezzel kapcsolatban, ugye ez egy 6,7 hektáros telek, ez a Bosnyák tér és a piac tőszomszédságában van a patak és a piac között. Ez ugye 2000, ezt a telket 2006-ban adta el az önkormányzat, odáig tanuszoda, illetve sportpályák működtek, a, a kerületi iskolák eredményfel, eredményfel fel, hogy volt felmérő, sportfelmérőket általában ö, ott rendezték. Én magam is a Telepes utcai iskola diákjaként nagyon sokszor jártam ezen a területen. Ez egy sportpálya volt. Ugye a befektető 2006-ban az első dolga volt ledózerolni ezt a tanuszodát, illetve a sportpályákat, egy jó pár évig így is maradt ez. Ö, majd ö, egy, ö, ugye az alatt el az önkormányzat, hogy plázát fognak oda majd építeni, hát a mai fülnek azért az idegenül hangzik, de hát akkor ilyen döntés született, egy olyan ígérettel, hogy metró is épül. Tehát állítólag a befektető azért vette meg a telket, és szeretett volna a plázát, mert hogy metró ígéret volt. Na hát nem lett pláza sem lett, nem lett metró sem, de azóta többször is gazdát cserélt ez a, ez a, ez a telek, és most a 2018-ban még a Karácsony Gergely által vezetett zuglói önkormányzat egy elengedett mindenféle ködbért és mindenféle olyan ö, 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 lehetőséget, ö, sőt, még lakás építési lehetőséget is adott ennek a beruházásnak, potom 150 millió forintért, tehát gyakorlatilag 150 millió forintért 2018-tól azt csinálnak, amit akarnak, akkor 900 lakást engedélyezett a, az önkormányzat, illetve a testület, és 2019-ben pedig egy kiemelő kormányrendelettel kiemelt beruházásá nyilvánították ezt a, ezt a 6,7 hektáros területet, és tavaly évben pedig erre a telekre, külön kormány rendelet született, külön erre a telekre, hogy az uglói építési szabályzatokat teljes mértékben felülírva, 18 helyett 35 méteres homlokzat magasság megengedett, 95%-os beépíthetőség van a telken, illetve a funkciót sem kell megmagyarázni, hogy mi épül. És Négy a lakásszám is. Így van, többet. és a lakásszám is, most már nem 900, ugye eredetileg semennyi nem volt, nem 900, hanem 4500. Lehetséges. a kormány rendelet szerint. Amikor a Bayern vezetői a képviselőtestület előtt jártak, és előadták terveiket, hát már akkor jeleztük, hogy ez a gigaberuházás ez elképesztő méretű, és ezt sajnos nem is az uglóiak beleegyezésével fejlesztik. Hát én nem tudom, hogy mi lesz a, a jövőben ö, ezzel kapcsolatban, de, de nekünk ezt az utolsó, úgymond jogi ö, 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 feladatot úgymond meg kellett oldanunk, hogy, ö, hogy egy ilyen változtatási és telekalakítási és építési tilalmi rendeletet ö, hozott az önkormányzat végül is erre a telekre, ami ha másra nem lesz jó, arra bizonyára jó lesz, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a Bayert, aki mondom egy kiemelt beruházásként, egy magánberuházásról van szó, nem szabad elfelejteni, hogy ugyebár ez nem egy logisztikai központ, ez nem egy, 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 egy kórház, hanem ez magán lakás és telkek összessége. A, a, telekalakítási rendelet azért is adekvát, ugyanis a Must utca és a Fűrész utca között akár meg is lehetne nyitni azt az utcát, és akkor lenne ott egy utca, hát most ezt sem tudják majd megtenni. Ugye, ha jól tudom, az, hogy a kormány kiemelt beruházását tette ezt a projektet, az azt is jelentette, hogy az önkormányzat kezéből mindenfajta hatósági jogkört, engedélyezése kapcsolatos hatósági jogkört kivettek, és a, az engedélyt a kormányhivatal adja ki az építkezésre. De ezzel együtt ö, a testületi ülésen az hangzott el, hogy ugyan hivatalos információ éppen ezért nincs is arról, hogy pontosan milyen engedélyek állnak a rendelkezésükre, de nem az egész területre kapták még meg a, az építési engedélyt. Tehát van olyan része a területnek, amelyikre nem Kaptak eddig építési engedélyt. Vajon ennek a területnek a beépítését a most elrendelt korlátozás meg tudja akadályozni? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Egy, egy helyen építkeznek, úgy tudom, hát ez a telek, azt hiszem három részből állt annó, most már kilenc részre van osztva, tehát ez nem, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a befektető az egyik részét az eladhatja egy Kuala Lumpuri befektetőnek, aki, aki, egy felhőkarcolót akar oda, vagy bármit. Elég lehet, a, megjegyzem, ahol most jelen pillanatban már elindult az építkezés, ott is van perek Várhatóak. Én úgy tudom, hogy novemberben lesz az első ilyen tárgyalás. Én most nem szeretnék belemenni a részletekben. Ezer sebből vérzik ez a beruházás. Azt még hozzá kell tenni, hogy kiemelt kormányberuházás lett, vagy kormányrendeletel támogatott magánberuházás lett ez. És a kormányhivatal kiadott egy olyan határozatot, hogy környezetvédelmi hatástanulmányt a beruházás miatt nem kell végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy az zuglóiakat nem kell megkérdezni arról, Róla, hogy most zavarja és esetleg őket, hogy a csömöri utat nem fogja érni a reggeli nap, illetve a, 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 a Bosnyák utcát pedig nem fogja a, a nap, 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 amikor megy le a nap, akkor nem látnak majd semmit ebből. Tehát ez egy elképesztő beruházás, és, és azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen gátat kell szabni, mert még egyszer mondom, ez semmiféle társadalmi, felhatalmazással nem bír, a korábbi közcélú és közérdekű beruházásaikat, amiket annak idején még a mundóval kötött az önkormányzat, ezeket én jelen pillanatban nem találom, hogy mik voltak ezek a kötelezettségvállalások. Én azt gondolom, hogy hogy nem szabad engedni egy ilyen korlátlan építkezést zugló területén. Egy 120 ezer ember él itt úgy, hogy meg sincsenek kérdezve mit lehet elérni ezekkel a korlátozásokkal. Nem tudom, hogy egyáltalán reális az az elképzelés, hogy teljesen leálljon a beruházás. Azt gondolom, hogy egy ilyen fajta nyomásgyakorlás arra lehet alkalmas, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a másik felet, és itt hadd tegyek egy kitérőt, ugye amikor a döntés előkészítéséről adott az előbb tájékoztatást, akkor szóba került, hogy a, a, a korlátozási javaslat nem csak erre a beruházásra terjedt ki eredetileg, hanem a másikra, amelyik az ajtósi Dürer sor mentén zajlik. Azt azonban nem szavazta meg a testület, azzal é, éppen azzal érvelve, hogy annak a beruházója az folyamatos konzultációban áll az önkormányzattal, vállalt is olyan kötelezettségeket, amelyek segítik Ennek a projektnek az elfogadását a környéken élők és a helyi lakosok számára. Szóval, mi az, amit reálisan el lehet várni ettől a beruházótól, hogyha sikerülne tárgyalóasztalhoz? Ülni? Hát, amit említett ön is, tehát az, hogy tárgyalóasztalhoz üljünk, ne pedig fölülről kezeljék ezt az egész problémát. Természetesen a végcél az az, hogy visszaszerez az uglói önkormányzat ezt a telket. Én úgy tudom, hogy még elővásárlási jogunk is van, talán 4 milliárd forintért, és az lenne a legideálisabb, hogy egy országos tervpályázaton újra induljon ez a, ez a, projekt, és az uglóiakat bevonva szülessen ott egy olyan eredmény, ami mindenkinek jó, egy olyan beruházás, egy olyan fenntartható és mindenki számára örvendetes köz célokat megvalósító beruházás, amit mindenki szeretne, ne pedig egy ilyen felülről vezérelt gyakorlatilag gigaberuházás beruházás valósulja megzugló szívében. Egy ilyen fajta alkudozás során mi lehet az önkormányzat célja, hogy minél több pénzt, kompenzációt szerezzen, vagy hogy csökkentse a lakásszámot, csökkentse az épületek homlokzatmagasságát, ne adj Isten, valamilyen módon közreműködjön a beruházó a környék közlekedésének rendezésében. Nyilván ez induló fázisban mindez az asztalra kerülhetne, de mi az, ami a legfontosabb lenne, akár mondjuk önnek, mint önkormányzati hát, képviselőnek? Hát azért a 4500 lakás, hiába ők most 900-950-et ígértek, azért láthatjuk, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják újtó, általában nem szokták betartani ezeket az ígéreteket. Tehát, hogy most gondoljunk bele, most jelen pillanatban ott a patak környékén épül, még folyamatban van 1200 lakás. Már így is gyakorlatilag meg lehet dögleni a dugóktól reggel és este zugló. Ban. még ez az 1200 lakás meg fog épülni, az már kész katasztrófa lesz, és akkor erre fog jönni még az a 4500 lakás, iroda, bármi, ami együtt jár több ezer autóval, több ezer óvodással, több ezer iskolással, akik szeretnének eljutni iskolába, és mondom, ezek nincsenek tisztázva ezek a, ezek a feladatok, és nem egy hasznú beruházásként tudjuk ezt értelmezni, Ellenben nagyon sokat segítene az ügyön, hogyha mondjuk ők előállnának egy olyannal, hogy már pedig van egy kész tervük a metróra, és irgalmatlan módon tudnak lobbizni a, a, az Orbán Viktornál, vagy a nem tudom kinél, a miniszterek, miniszterelnöknél, és, és, és meg fog épülni a metró. Mert be kell látni, hogy Zugló jelen pillanatban megfullad a közlekedéstől, és egy metró, az nagyon-nagyon sokat segítené, de egész palotáig kellene kivinni ezt a metrót, mert ott is úgy tudom, hogy vannak ilyen ingatlan beruházások, és akkor teljesen más lenne ennek a leányzónak a fekvése, de megmondom őszintén, 4500 lakás mindenféleképpen túlzó úgy, hogy azokkal ez nincs egyeztetve, akik ott laknak. Tehát lehet azt mondani, hogy az elsődleges cél az lenne, hogy a projekt méretei most nem a fizikai méretek, bár nyilván az is fontos, hanem a kiterjedtsége az csökkenthető legyen, hogy valahogy jobban beilleszkedjen az eddig kialakult hát abszolút, városi környezetben. Abszolút, abszolút, ez a, ez a cél nem egyszerű helyzetben vagyunk, de hát minden jogi lehetőséget meg kell ragadni, hogy, hogy megakadályozzuk ezt az elképesztő beruházást. Most hála jó Istennek a képviselőtestület is bölcsen döntött, és elrendelték ezeknek a rendeleteknek a, a bevezetését. Ö, nagyon bízom benne, hogy megoldás születik ö, rövid időn belül, és mondom, a végcél az lenne, hogy visszaszerezni ezt az egészet, és egy ö, mindenki által ö, támogatott beruházást megvalósítani ott. Ezzel kapcsolatban ugye még nem sikerült semmit sem ö, vizionálni, hogy mi lenne az ideális, de hát már már itt tartanánk, hogy hogy arról kelljen gondolkodni, hogy milyen lenne jó zuglónak és az zuglóiaknak oda erre a közel 7 hektáros központi telekre. A attól tartok, lesz még alkalmunk, hogy erről a beruházásról és ennek következményeiről beszéljünk. Egyelőre köszönöm szépen, hogy eljött és segített eligazodni. Én még a csak annyit szeretnék mondani, hogy már a lakosok is érzik azt, hogy ez mennyire durva lesz ez a beruházás, ugyanis ott a, pont a Bosnyák utcán nagyon sokan panaszkodnak, hogy már teherautók jönnek éjjel-nappal, egy új betongyár épült föl, amit ugye nagyon kemény munkával sikerült megszüntetnem, megszüntetnünk, úgy ugye a tavalyi évben, ráadásul Ö, egy rendelet is született, hogy Zugló, ö, ilyen övezeti besorolásában nem lehet betongyára te telepíteni. Most már van betongyár, de nem ö, ö, funkcionál, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez a nagy beruházó, úgy hívják, hogy Zugló Városközpont Kft., ez ö, jogcím nélkül használja a Zugló nevet, ugyanis az önkormányzatól nem kértek engedélyt a névhasználata, szóval ö, ilyen apróságok is vannak még mellékesként. Akkor lesz még alkalom, hogy ezekkel az Ügyekkel foglalkozzon az önkormányzat, és foglalkozzon ön is, mint Így önkormányzati van. képviselő. Még egyszer köszönöm, hogy eljött. Köszönöm én is a meghívást.